Szerbusztok! Szeretettel köszöntelek és tisztelettel benneteket itt Marosvásárhelyen. Heidri Hildikó a nevem. És itt ez a színházterem, ez nagyszerű lehetőség arra, hogy most azt érezzétek, hogy ez egy remek előadás. Ide beültetek, meghallgatjátok, hazamentek, és azt fogjátok mondani, hogy jó volt, vagy nem volt jó. És ennyi. De lehet ez ennél, ez a mai nap ennél sokkal több is. Lehet ez az előadás helyett ez a darma beszéd kérdések életről és haláról, szenvedésről és megszabadulásról. Csak tőletek függ, hogy mire fogjátok használni ezt az előadást. Én Szeged új jöttem, és szunim megtisztelő kérésének teszek eleget. Ők pedig a Pilis-Búbánat-völgyből, az eredeti Fényzen templomból érkeztek. Együtt jöttünk. Városokon, falvakon keresztül utaztunk, és aztán elérkeztünk Magyarország határához, és egy határátkelőn átkeltünk ide Romániába. És Székei udvarhelyre érkeztünk, ott töltöttük az éjszakát. Rengeteg települést láthattam amit még eddig soha nem láttam. Nem voltam itt, még csak néhány helyen. És ugyanúgy házakat találtam, autókat, embereket, kék eget, itt nálatok rengeteg hegyet, rengeteg fát, völgyeket. És azon gondolkoztam, hogy mi a különbség, mi a különbség az itt és az ott között, ahonnan jöttem és ahová érkeztem? És mi ez a határ? Mi ez a határ átkelő? Igazándiból ott álltunk, várakoztunk, odattuk a papírjainkat a magyar oldalon, és aztán egy millimétert átgurultunk, odattuk a papírjainkat, és már nem Magyarországon voltunk. Ez a határ, ez számotokra mit jelent? Van számotokra olyan határ, ami rólatok szól? Az életetekről, a munkátokról, a családotokról? Milyen határokat ismertek? Milyen határokat tartotok meg és nem tartotok meg? Milyen határokat léptek át, vagy nem léptek át? A határ benneteket véd, támogat, vagy pont ellenetek van? Ez is csak tőletek függ. Valójában szükség van-e határa? És hogyha egyre közelebb és közelebb megyünk saját magunkhoz, akkor hol vannak az én határaim? Hol van a te határod? Ez a test, ez egy határ. Ezzel sok mindent lehet tenni. Meg lehet simogatni, és meg lehet ütni. És akkor azt meg fogod érezni. De amikor sem nem simogatnak, sem nem ütnek, akkor mit lehet vele tenni? Lehet hallani, hogy zúg a ventilátor. Lehet látni, hogy világítanak a lámpák. Lehet érezni ezt a kérdő kíváncsiságot, hogy most ez itt mi akar lenni? Miről fog ez szólni? Valójában a testeddel vagy jelen az életben, vagy azzal, ami a testen túl van. Megállsz a testi határnál, és állandóan ezzel vagy jelen az életben, vagy ennél sokkal mélyebbre mész? Az, ami benned van kérdésként, az, ami benned van fájdalomként, az, ami benned van örömként, az testi, vagy valami egészen más. Az megfogható, vagy megfoghatatlan az látható, vagy láthatatlan. Valójában a test is tapasztalható, és ami ezen túl van, az is tapasztalható. Na nagyon szeretünk mindent tudni az életről, és ami nem tudható, azt figyelmen kívül hagyjuk mert azzal nagyon nehéz mit kezdeni. És ami tudható az az, hogy reggel felkelek, elmegyek a mosdóba, bekapcsolom a rádiót, meghallgatom, hogy a világon hányan haltak meg, hányan maradtak életben, aztán összeszedem a cuccaimat, elmegyek a munkahelyemre, megteszem, amit elvárnak tőlem, és ami közben bennem zajlik, azt a lehető legkevésbé szeretném tudomásul venni. Ami közben a másikban zajlik, azt a lehető legkevésbé szeretném tudomásul venni, mert akkor munka van. Munka van valamivel, ami nem látható, csak érezhető, csak tapasztalható. És az engyakorlat pontosan ugyan ide fog téged elvezetni, hogyha elkezdesz gyakorolni, hogy azon túl, hogyha leültök meditálni, és testi tapasztalataitok lesznek arról, hogy itt fáj, ott fáj, a hátam, a gerincem, a lábaim, most elzsibbat, most nem is tudom, most a kezeim. Ez csak az első lépés. Ez az első határ, amit meg lehet tapasztalni. És aztán jön a következő határ, hogy miközben csendesen üldögélsz, valójában rájössz, hogy nem csendesen üldögélsz. Nem történik semmi, mégis rengeteg minden történik. És ez lesz a következő határ, hogy hajlandó vagy-e, mersze szembenézni azzal, átmered -e lépni a következő határt, hogy mi az, ami benned van, de nem látható. Rámersze nézni arra, ami benned van, de nem látható. Kívülről nem látható. Csak tapasztalható. A zen folyamatosan tapasztalatokhoz szeretne juttatni, de csak akkor, hogyha mindig, minden pillanatban átléped a határaidat. És eljutsz arra a pontra, kellő gyakorlás után, amikor ezek a határok, hogyha eléggé megismerted őket, amikről úgy gondoltad, hogy eddig ellened vannak, egyszer csak érted lesznek. És megnyithatod a határokat, felnyithatod a sorompókat, keresztül léphetsz mindegyiken. És hogyha keresztül léptél mindegyiken, akkor pontosan ide fogsz érkezni, ebbe a pillanatba. Zúg a ventilátor. Világítanak a lámpák. Kérdően néztek rám, hogy mi szeretne lenni ez az előadás. És ez a kérdés, hogy mi ez? Valójában ez a nagy kérdés. Ez az a kulcs, amit, hogyha a kezedbe veszel, ezzel van lehetőséged minden határon és minden ajtón benyitni. Mi ez? Mi ez, ami itt ül és beszél bennem? Mi ez, ami itt ül és figyel bennetek? Mi ez, ami itt ül és mindenki hallgatja? A kérdés, hogy mi ez? A kérdés, a nagy kérdés, hogy tudsz erre válaszolni? Kell -e erre válaszolni? És hogyha nincs válasz, akkor mi ez? Gyakorlatilag a zen praxis nagyon egyszerű és nagyon tiszta. Nem manipulál, nem próbál meg rengeteg technikát odadni, hogy az egyiket a másik után próbáld alkalmazni, és belebonyolódj, és követhetetlenné váljon. Csak a nagy kérdés van. Hogy mi ez? Mi ez, ami megvalósítja bennem a vágyaimat? Mi az, ami elhozott ide, ebbe a színházterembe? És mitől lesz jobb az én életem, hogyha ezt az előadást én meghallgatom? Hiszen amikor egy ilyen helyre az ember elmegy, akkor már elég erős lehet a vágya ahhoz, hogy egy olyan kérdést kapjon, vagy egy olyan praxist kapjon, amivel valóban. Tud lépni. Valóban megértésekhez jut. Valóban saját maga felé közeledik. Nem eltávolodik, nem egyre messzebb kerül, hanem egyre közelebb. De mihez, mihez kerül valójában egyre közelebb? Semmi egyébhez, mint hogy zúg a ventilátor, és világítanak a fények. Rátok is, és rám is. Amit megtehettek a mai estében, hogy kérdéseket tesztek fel. Hiszen én elhoztam nektek egy kérdést, hogy mi ez, mi ez itt ez az egész, mi ez, mi történik most itt. Kérdésekkel meg tudjátok nyitni a tudatot? Azt, ami itt ebben a pillanatban hallható és látható. Csak pontosan oda kell tudni nézni és hallani, ami ez. És amikor meglátod, akkor egyszerű és tiszta lesz minden. Megszűnnek a kérdések. És pontosan az történik veletek, amit szeretnétek. Illetve pontosan ráálltok arra az útra, ami a dolgotok. Mert ez lehet, hogy most per pillanat még kettő. Vagy több. És ami egyre több és több, az egyre messzebbre visz. És amikor ez a sok egyé válik, akkor megérkezünk. Mindannyian. Sokan éltök itt, sok karmával, sok történettel, sok élethelyzettel, sok feladattal. Ebben mindannyian különböztök. De van valami, amiben mindannyian egyformák vagyunk, mind egyek vagyunk. Ezt a zen úgy mondja, hogy buddha természet. Mindannyiunkban van ilyen. Kivétel nélkül. Csak az a kérdés, hogy rátaláltok-e, hogy hol van. Melyik határ mögött húzódik. És amikor mindannyian megtaláljuk, akkor egyek leszünk. Megszűnnek a határaink. nem lesz szükség határát kelőre. És amikor ebből az egyből kilépünk, akkor újra mindenki megy a maga útján. Csak már akkor ezzel a tapasztalattal, hogy valójában nem megyünk sehova. Csak van valami, ami megy bennünk. Van valami, ami cselekszik bennünk. Van valami, ami megmutatja magát, és megteszed. És amikor a gondolataid, a cselekedeteid és az érzéseid egy irányba mutatnak, akkor megtalálod, hogy mi a dolgod. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. És hogyha ebbe az útba már belefogtatok, akkor kívánom, hogy ne hagyjátok abba bármit is hoz, bármilyen nehéz. Járjatok rajta. Ha még nem fogtatok bele, akkor itt a lehetőség, itt a pillanat, hogy rálépjetek az útra. És találjátok meg azt, hogy mi van a határon túl. Mert akkor segíteni tudtok saját magatokon akkor egy teljesebb élet lesz a tiétek. És amikor egy teljes élet a tiéd, akkor végre nem kell tovább szöszölni magaddal, mert lehetőség nyílik másoknak is segíteni. Köszönöm szépen.